A Pannon Televízió fél hatos híradóját látják, köszöntöm a nézőket, Friedrich Gertrud vagyok. Érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Megtartották a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülését Budapesten. Új stadionnal gazdagodott Budapest és Magyarország. A migránsok újbóli megjelenése miatt ülésezett a magyar kanizsai válságstáb. A napok óta tartó szél megrongálta a délbánáti Nagy Károly falva katolikus templomának a tornyát. A magyar etnikai pártok szükségességéről, a Kárpát-medencei magyar lakta területek gazdasági fejlesztéséről és a magyar közösségek önazonosságának megvédéséről is beszélt Orbán Viktor magyar miniszterelnök délelőtt a Magyar Állandó Értekezlet 18. plenáris ülésén a Várkert bazárban. Tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnöki sajtóirodát vezető helyettes államtitkár. A magyar kormányfő bevezető előadásában arról beszélt, hogy az elmúlt évek vitái és kísérletezései után mára egyértelműen bebizonyosodott, hogy vegyes pártok nem, csak is tisztán magyar etnikai pártok tudják megfelelően képviselni a magyar közösségek érdekeit a szomszédos országokban. Orbán Viktor ezért az anyaország kormánya nevében további támogatásáról biztosította a máért ülésén résztvevő szervezeteket, kiemelve, hogy a politikai együttműködés mellett egyre nagyobb figyelmet fordítanak a magyar lakta területek gazdaságfejlesztésére. Programjaira is, amelyek egyaránt jók és értékesek Magyarországnak, az adott szomszédos országnak, valamint az ott élő többségi nemzetnek és a magyar kisebbségnek is. A Magyar Állandó Értekezlet a Tisztán Magyar Pártok Fóruma, és fontos, hogy ezek a pártok mindig a magyar jelölteket, magyar érdekeket támogassák. Ez volt a legfőbb politikai üzenete a máért mai ülésének. Az éves Kárpát-medencei találkozón az elveket és célokat zárónyilatkozat formájában fogadták el a külhoni és magyarországi résztvevők. Budapesten a Várkert bazárban tartották a Magyar Állandó Értekezletet, közismert nevén a Máértet. Ez a Kárpát-medencei magyar szervezetek és az országgyűlési pártok közös fóruma az év talán legnagyobb nemzetpolitikai eseménye. A fórum elején Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke tartott nem sajtónyilvános előadást. A zárt körű egyeztetésen elfogadták a zárónyilatkozatot, melyben kifejtik, hogy a határon túli lét ma már nem hátrány, hanem erőforrás és versenyelőny, Magyarország pedig biztos támasz. A cél egy erős közép-európai régió megteremtése. Sajtótájékoztatóján Semjén Zsolt magyar miniszterelnök helyettes beszélt arról, hogy megtízszereződött a nemzetpolitikára szánt pénz az elmúlt években, és hogy a támogatás a jövőben is megmarad. Hozzátette, hogy a honosítás 1,1 milliónál tart, és hogy már a határon túli magyarok is szavazhattak az EP választáson. Beszélt a gazdaságfejlesztésről is, ami szerinte az anyaországnak és a határon túli területeknek is kifejezetten előnyére vált. Fontosnak tartotta azt is kiemelni, hogy a Máért a Tisztán Magyar Pártok Fóruma, a magyar pártoknak pedig minden esetben magyar jelölteket kell támogatniuk. A Máért újra hitettet a saját statutuma mellett, mely szerint az etnikai alapú magyar pártoknak a szövetsége a tanácskozási fóruma, a Magyar Állandó Értekezlet. És ennek kapcsán minden határon túli magyar párt, és egyébként az ellenzéki pártok is kifejezték aggodalmukat a tekintetben, hogy előfordult az a mostani időszakban, amikor egy magyarországi párt képviselői nem a magyar jelöltek mellett kampányoltak, hanem egy szlovák, illetve egy román párt mellett. Potápi Árpád János magyar nemzetpolitikai államtitkár az általuk megszervezett programokról és a jövő évi tematikus évről beszélt. A programjainkat visszük tovább, tehát ezek a programok, amelyek az elmúlt években kezdődtek el, és amelyeket továbbfejlesztünk, és próbálunk jobbá is tenni, teljesebbé is tenni, ezeket folytatjuk.
A tematikus éveinket is folytatjuk tovább, ez 12-ben az ovisok évével kezdődött, és most nem mondjam sorba, talán nem is tudnám pontosan sorban elmondani, de most az Erős Magyar Közösségek éve programot fogjuk megvalósítani. A zárónyilatkozatot egyébként teljes konszenzussal fogadták el. A fórumon az ellenzéki pártok közül egyedül a Gyurcsány Ferenc által vezetett demokratikus koalíció nem vett részt. A sajtótájékoztatót a késő esti híradó után teljes egészében is láthatják. Az elmúlt időszakról és a jövőbeni tervekről, kilátásokról beszélt a Magyar Állandó Értekezlet mai budapesti ülésén Pásztor István. A Vajdasági Magyar Szövetség elnöke elmondta, az, hogy ma előnyt jelent magyarnak lenni Vajdaságban, hosszú folyamat eredménye. A VMS elnöke szólt a jövő évi szerbiai választásokról is. Elmondta, a megkezdett út folytatása a cél. A migráció kérdéséről úgy nyilatkozott, az elmúlt napokban, hetekben láthattuk, hogy ez a folyamat közel sem a múlté. Azt látjuk, hogy nem Bosznia felé mennek Szerbiából a migránsok, hanem ugyanazt a régi utat kezdték el használni. Megjelentek Kanizsán, megjelentek erőteljesebb számmal Szabadkán, megjelentek a bánáti önkormányzatok területén keresve az utat Románia felé, illetve Magyarország felé. Én lélekben is, meg minden egyéb más szempontból arra készülök, hogy ez jellemezni fogja az elkövetkező heteink, hónapjaink mindennapjait. Elemi érdekünk az, hogy a kerítés megmaradjon. Ma este adják át az új Puskás Ferenc stadiont Budapesten. A megnyitóra minden jeggyel kelt, több mint 65 ezer szurkolót várnak a helyszínre. A 19 órakor kezdődő Magyarország-Uruguay mérkőzést és az azt megelőző avató ünnepséget a Pannon RTV stábja is a helyszínen követi figyelemmel. Most Dóró Alen tudósítását láthatják Budapestről. Köszöntöm a tévénézőket innen Budapestről, egészen pontosan az új Puskás Ferenc stadion mellől, amely, mint láthatják, a magyar zászló színeiben pompázik, piros-fehér-zöldben. Hamarosan kezdetét veszi a Magyarország-Uruguay labdarúgó mérkőzés, amellyel felavatják majd ezt az új stadiont. A mérkőzésre minden jegy már korábban elkelt, nagyjából mintegy 65 ezer szurkolót várnak ma ide a stadionba, és természetesen nem csak mérkőzés lesz, hanem nyitó ünnepség is. A legtöbb szurkoló azonban bizonyosan, hogy az összecsapás miatt érkezett ide a Puskás Ferenc stadionhoz, amelynek favoritjai mindenféleképpen a vendég uruguayiak, azonban a házigazda magyarok is mindent elkövetnek azért, hogy minél jobb eredményt érjenek el ezen a mérkőzésen, és ne vereséggel avassák fel az új stadiont. Amit még fontos elmondani, hogy Gera Zoltán ezen a mérkőzésen búcsúzik majd a válogatottságtól. Információink szerint azonban nem fog pályára lépni a mérkőzésen, azonban a gyepszőnyegre mindenféleképpen kilép, hogy elbúcsúzzon a szurkolóktól. A mérkőzés eredményéről, illetve a további részletekről későbbi híradásainkban természetesen beszámolunk. Addig is pedig hajrá, magyarok! A migránsok újbóli megjelenése miatt ülésezett a Magyar Kanizsai Válságstáb. Az illegális bevándorlók Horgoson és Martonoson is felbukkantak. A kérdés kezelésével ismét Lackó Róbertet bízták meg, aki 2015-ben is foglalkozott a helyzettel. A település vezetői kérni fogják a rendőri jelenlét növelését az említett helyeken. Migránsok várakoztak a Magyar Kanizsai Parkban pénteken. Egy nevét nem vállaló férfi stábunknak elmondta, hogy egy hónapja folyamatosan próbál átjutni az Európai Unióba, de eddig mindig elfogták és visszaküldték. From Syria, I need going in Germany or Vienna, Nimsa. Egy magyar kanizsai asszony arról beszélt, hogy a bevándorlók szélvédett helyekre próbálnak behúzódni a hűvös időben. A tömbházakban is fokozottan figyelnek arra, hogy kilép be az épületekbe, hiszen oda is többször megpróbáltak bejutni a bevándorlók. Az emberek azt remélik, hogy a migránsokat elszállítják majd a szabadkai vagy a nagykikindai befogadó központba. Az illetékesek elmondták, hogy Martonoson, Horgoson, illetve Magyar Kanizsán is problémát jelentettek, illetve jelentenek az illegális bevándorlók, akik több tízes csoportokban tűntek fel ismét az említett településeken.
Ezzel kapcsolatban ülésezett a helyi válságtörzs, arról döntöttek, hogy növelnék a rendőri jelenlétet az érintett településeken. A megbeszélésen döntöttek arról is, hogy a migrációs kérdés kezelésével ismét Lackó Róbertet, a Magyar Kanizsai Helyi Közösség tanácselnökét bízzák meg, hiszen az előző években is ő foglalkozott a helyzettel. A menekültügyi biztossal már egy jó ide lekommunikálva kísérünk, hogy a boszniai út a Drinán köröztől lezárult, hiszen annyira megemelkedett a vízszint, hogy az az útvonal a migránsoknak per pillanat egyáltalán nem átjárható. A jóslatok szerint, amit már látunk is, tehát a következő időkben sajnos várható, hogy az egyik út Magyar-Kanizsa, illetve a horvosi határ felé lesz megterhelve, valamint a Zombor felé vezető, hát úgy mondjuk folyósó. Fejsztámer Róbert, magyar-kanizsai polgármester reméli, hogy nem kell ismét migránsok tömeges érkezésétől tartani. Én bízom benne, hogy nem fog megismétlődni a 2015-ös állapot. Most pillanatnyilag 30-40 új alcról és új migránsról beszélünk, ami igaz, hogy létszámilag kevés, azonban azért okoz ekkora fejtörést és hullámzást a községünk területén, mert hogy az elmúlt 2-3 évben ez nem volt jellemző. Magyar-Kanizsa polgármestere arról is beszélt, hogy kérni fogják a köztársaság illetékeseket, hogy emberi erőforrással és anyagi segítséggel is támogassák a migrációs kérdés kezelését. Verbánszk községhez tartozó 5 településen a vezetékes víz nem alkalmas emberi fogyasztásra. A helybeli kommunális közvállalat most azon dolgozik, hogy a Német Fejlesztési Bank 4,1 millió eurós támogatásának köszönhetően Ókér, Kiskér, Újsóvé, Torzsa és Kucora falvakat rákapcsolja a városi vízvezetékre. Ezzel megoldódna az említett települések több évtizedes gondja. 42 vizsgált vajdasági vízszolgáltató közül mindössze 9 esetében kielégítő a víz minősége, derült ki a Batút Közegészségügyi Intézet legutóbbi kimutatásából. Kielégítő vízminőséggel rendelkezik egyebek között Verbász is, de kizárólag maga a város. Az 5 környékbeli faluban emberi fogyasztásra alkalmatlan a víz. Az Ókéri Dobrilla Mihics a falu központjában található kútból csordogáló, sárga színű víz gyógyhatásában bízik, a vezeték és víz szerinte is kétes minőségű. Ez gradsko vodovode. Pa nie baš. Dalekori za šta je koristite? Pa za baštu, za polivanje, za. Šta pijete? Pijemo žutu. A szomszédos Kiskéren is hasonló a helyzet, de ott nincs ártézi víz. Mivel a szóban forgó 5 településen a vezetékes víz ivásra nem használható, átmeneti megoldásként fúrott, úgynevezett ökocsapokat, kutakat szereltek fel, amelyek használata igen egyszerű, csupán egy gombnyomás, és már is folyik a tiszta ivóvíz belőle. Egy-egy ilyen kút van Kucora, Torzsa, Ókér és Kiskér központjában, Újsóvén pedig 2. Rákó Gólovics azt mondta, a kiskériek ezt a férfiak kutyának is nevezik, mert szinte kizárólag a férfiak járnak oda ivóvízért. A vezetékes vizet ő sem issza. Mi már nekünk mi része specifikusnak van, de mi is uzimám ahhoz a pítse, ahonul szúzsim azt, ez a technikai sztvárítak. Az illetékes felügyelőség még 2006-ban megállapította, hogy az 5 Verbász környéki település vízkitermelő kútjaiból származó víz emberi fogyasztásra, azaz ivásra és főzésre is alkalmatlan, mondta Sinisa Adámovics. A Kommunálac kommunális közvállalat igazgatója hozzátette, a Német Fejlesztési Bank támogatásának köszönhetően végre megoldódhat a több évtizedes probléma. Podpisanje ugovor na vrednost od 4,1 milión euró, kojim će se povećati kapacitet na postojećoj fabrici vode u Vrbasu, povećati rezervoari i izgraditi sistem otpreme vode, znači cevovodom, od vodozahvata ka Kucuri i Savinom selu.
Ezzel egyidejűleg a helyi önkormányzat és a Kommunalac közvállalat a szerb kormány közberuházásokat irányító irodájánál beterjesztette a projekt kibővítését, és 3 millió euróból a teljes rendszert kiépítik, azaz Újsóvé, Ókér és Kiskér is rá lesz csatlakoztatva a verbászi városi ivóvízhálózatra. A projekt dokumentáció elkészítése már folyamatban van, a kivitelezési munkálatok pedig várhatóan a jövő év első negyedében kezdődnének. A napok óta tartó erős szél megrongálta a délbánáti Nagy Károly falva katolikus templomának tornyát. Nem sérült meg senki, de a felszakított bádogborítás veszélyezteti a járókelők biztonságát. Az orkán erejű szél óránkénti 110 kilométeres sebességgel fújt a vidéken. A Nagykároly falvi katolikus templom az egyik legrégebbi a vidéken. A szentmiséken magyar, horvát és német nyelven folyik az ige hirdetés, havonta egyszer. Az erős szél megrongálta itt is a toronynak, a bádogborításának egy részét. Egy része már sajnos nincs is fönt, viszont most, ahogy így ez a borítás lóg lefelé, így nagyon nagy veszélyt jelent az emberek számára, akik itten elmennek, a gyerekek, a foci csapathoz tartozók, az iskolához tartozók, és katolikusok számára is, akik a templomba szeretnének bemenni. És ezt kellene szanálni valamiképpen. A templomot 1809-ben szentelték fel, a II. Világháború végén a bevonuló szovjet katonák és a partizánok kifosztották, plébánosukat sok hívővel együtt kivégezték. Az egykor itt élő németek előzése óta a hívek száma kicsi. A településen már csak két magyar család van, mégis ragaszkodnak a templomukhoz. Nagyon szép templom volt, és nagyon, nagyon sok hívő volt, olyan teli volt. Ma meglátjuk most, hogy begyűnök a templomba, hogy milyen szép a templom. Látszik, hogy de nagyon, nagyon le van rongálva, és most már ez egy nagyon, nagyon isteni jele, hogy most már nagyon végső vége volna, hogy valamit térjünk ezen a templomon, de mindent megtennénk, csak hogy ne rongoljon el, egészen el tudja. A saját templomuk felépítéséig a Nagykároly falvi ortodox hívek is évekig a katolikus templomban imádkoztak. Ma ünnepeljük a Magyar Szórvány napját. Rendezvények, konferenciák, találkozók és közös ünnepek hívják fel ezen a napon a figyelmet a szórvány magyarság közösségeinek értékeire. Vajdaságban negyedik alkalommal rendeznek ünnepséget, ezúttal Magyar Csernyén. Egyébként a Magyar Országgyűlés 2015-ben nyilvánította november 15-ét Bethlen Gábor erdélyi fejedelem és magyar király születésének napját a Magyar Szórvány napjává. Európa ezen részének legszebb parkjával gazdagodott Belgrád, nyilatkozta Alexander Vučić a belgrádi park megnyitóján. A terület csaknem 2,7 hektárt ölel fel, amiből most 1,8 hektárt nyitottak meg a látogatók előtt. Egyúttal a Woodrow Wilson sugárút és a Nikolaj Kravcov utca egy részét is megnyitották. A szerb államfő elégedettségének adott hangot, hogy egy időben adták át egy amerikai és egy orosz szeméről elnevezett utcát, akik mindketten Szerbiát segítették. Az államfő bejelentette, hogy a teljes Woodrow Wilson sugárutat április-május környékén nyitják majd meg, amikor a Belgráda Vizen projekten a bevásárlóközpont munkálatainak legnagyobb részét is befejezik majd. Ono što mogu da kažem to da ovo ovde zaista divno izgleda, čini mi se da svako, da svako ko dođe može da vidi najlepši park u ovom delu Evrope, nesumnjivo, ogroman, 2,7 hektara površine, istovremeno nove bulevare, nove zgrade, ceo projekat izuzetno dobro napreduje i verujem da za kratko vreme ćemo imati više od 1 milion kvadratnih metara izrađenih površina poslovnog prostora, stambenog prostora.
Módosult, illetve kiegészült a szerbiai úti okmányokról szóló törvény. A köztársasági parlament megszavazta az erre vonatkozó előterjesztést. Nebojsa Stefanovics belügyminiszter elmondta, a változtatás célja, hogy hatékonyabban megvalósuljanak a polgárok jogai, valamint hogy egyszerűbb legyen az eljárás. Lehetőség lesz az útlevél érvényességi ideje letelte előtt 6 vagy annál is több hónappal korábban kérelmezni az új okmányt. Ezáltal a szerbiaiak zavartalanul utazhatnak olyan országokba, amelyek megkövetelik, hogy az útlevél a kilépéstől számított 3 vagy annál több hónapig még érvényes legyen. Újdonság még, hogy a dokumentum a belügyminisztérium honlapján is nyilvánosan érvénytelenítető, többé nem kell kihirdetni a hivatalos közlönyben. Szükségállapotot hirdetett az olasz kormány az áradás miatt Velencében. 20 millió euró gyors segélyt kap a város a legsürgősebb teendőkre, írja az MTI. A várost szerdára virradó éjszaka öntötte el a víz, a heves esőzések miatt 2 idős ember vesztette életét az árvízben. Euró 100 milliókra becsüli a károkat Velence polgármestere, bár még nem tudni a pontos számokat. A csütörtökön elfogadott kormányrendelet alapján viszont addig is 5000 eurós gyors segélyt kaphatnak a magánemberek és 20 ezer eurót a vállalatok. Több mint 50 éve nem volt ilyen súlyos áradás Velencében. A környezetvédelmi miniszter szerint Velence sérülékenysége az általános felmelegedés okozta trópusi hatásokkal, a heves esőzésekkel és nagy erejű széllökésekkel magyarázható. A polgármester több más vezetővel együtt a Mózes gátrendszer mielőbbi megnyitását sürgette. A közép-európai térség mára az európai növekedés motorjává vált, mondta a magyar külgazdaság és külügyminiszter az észak-horvátországi Verőcén a horvát-magyar tulajdonban álló AMS biomassa erőmű átadásán. 30 évvel ezelőtt új Európa született, amikor a közép-európaiak visszafoglalhatták helyüket azon országok sorában, ahova mindig is tartoztak. 30 évvel később, azaz ma, a közép-európai térség immáron az európai növekedés motorjává vált, jelentette ki Szijjártó Péter. A magyar miniszter elmondta, ez a helyzet nem magától állt elő. Ennek a helyzetnek a megteremtésében a közép-európaiaknak és az őket képviselő országoknak nagyon sokat kellett tenniük. Úgy vélte, ezért a horvátok és magyarok egyaránt joggal lehetnek büszkék arra, hogy észszerű gazdaságpolitikájuknak köszönhetően országuk az erős európai államok közé tartozik. Ebben a megerősödésben nagy szerepe volt a két ország gazdasági együttműködésének, tette hozzá. Nézzük, mi lesz még a híradóban. Benes Józsefre emlékeztek Zentán. Egykori verseci gyógyszertárat mutatnak be a belgrádi Collegium Hungaricumban. Mielőtt tovább mennünk, kapcsoljuk a közügyek szerkesztőjét. Szia Aténa, mivel készültetek? Szervusz, köszöntöm a nézőket! A közügyekben bővebben is foglalkozunk a Magyar Állandó Értekezlet mai plenáris ülésével, stábunk megszólította a résztvevőket. Emellett kapcsolunk az új Puskás Arénához is, ahol hangulatképeket mutatunk a mérkőzés előtti állapotokról, hiszen kollégánk követi a helyszínen az eseményeket. A folytatásban szó lesz arról is, hogy migránsok jelentek meg Magyar Kanizsán és ülésezett a válságstáb, valamint a közelgő választásokról is láthatnak egy elemzést. Műsorunk második felében pedig a Magyar Szorvány napjával, valamint az újvidéki kerékpározással foglalkozunk. Várom Önöket! Köszönjük szépen! Szívinfarktust kapott Györgye Balázsevics, a 66 éves énekes jelenleg kórházban van, stenteket építettek be neki, tudta meg a Blitz. A belgrádi napilap szerint ez az oka annak, hogy lemondta a közeljövőben tervezett koncertjeit. Balázsevics jelenleg a Kamenicai Kardiovaszkuláris Intézetben tartózkodik. Nem hivatalos információk szerint jól van, hamarosan hazaengedik.
Átalakuló belpolitikai viszonyok Magyarországon címmel tartott előadást a VM4K-ban Farkas Őrs. Az Economus gazdaságkutató alapítvány politikai elemzője egyebek mellett a magyarországi önkormányzati választások eredményeiről számolt be, de a 2022-es országgyűlési választásokig előttünk álló időszakot is áttekintették. Farkas Őrs előadásában Magyarország regionális szerepére, továbbá az Európai Unióval való viszonyára is kitért. Nyilván Magyarországnak az kell legyen az elsődleges szempontja, hogy az itteni országok is minél hamarabb csatlakozhassanak az Európai Unióhoz, és egyébként a Magyarország és a Nyugat-Balkán köztük Szerbia viszonyát pedig tovább erősítve, minél hamarabb lehessen integrálni ezt a közösséget is az anyaországi közösséghez. Benes Józsefre, a községben is alkotó festőre emlékeztek a Vajdasági Magyar Képzőművészet napjának alkalmából csütörtök este Zentán, mintegy 30 alkotó emlékezett meg a bajmoki születésű festőről úgynevezett omás képekkel, vagyis a művész munkássága előtt tisztelgő alkotásokkal. Szeretem azt hinni erről a bajuszról, hogy valójában omás. Patocs László, a Híd folyóirat szerkesztője kritikusan nyitotta meg a tárlatot. A kiállítás darabjai rendkívül széles skálán mozognak a képzőművészeten belül. Nem csak tájképeket láthat a közönség, hiszen számos alkotó saját stílusában emlékezett meg a 20. századi vajdasági magyar képzőművészet egyik kiemelkedő alakjáról. A tárlat különlegessége továbbá, hogy Benes József alkotásai is helyet kaptak a Városi Múzeum kiállító termében Zentán. Ezeken a képeken az látható, az verődik vissza, hogy én másik kolléga hogy reagált arra, hogy a Benes Jóskának egy emléktárlatán szerepeljen a munkájával. Ez a lényege a szemnek az egésznek. A kiállítás egyik érdekessége a 10 művész közreműködésével a zentai művésztelepen elkészített óriási festmény. A tárlat szomorú aktualitása, hogy Benes József, aki maga is rendszeresen részt vett a művésztelep munkájában, 2 éve nincs köztünk, mondta Szarka Mándics Krisztina, a kiállítás kurátora. Nagyon sokrétű és sokszínű anyag ez, úgyhogy elsősorban azt figyeltük, hogy ilyen kis szigetecskék keletkezzenek. Próbáltunk tematikus szigeteket létrehozni, tehát mondjuk előbb a tájképeket, amelyek Benes tájképek hatására születtek. Aztán van egy olyan kis sziget, ahol valóban egy adott Benes műre történik reflektálás, és a kiállításnak a másik részében pedig azok a művek vannak, amelyeket említettem az előbb, hogy inkább magának a művésznek a folyamataiba illik bele, de azért egy picit reagál a Benes gondolatra is. A tárlatot december 16-áig tekintheti meg a közönség a Zentai Városi Múzeum kiállító termében. Megnyílt az egykori Versecci Szent István magyar királyi gyógyszertár ónémet stílusú berendezését bemutató kiállítás a belgrádi Kollégium Hungaricumban. Több mint 130 éves, teljesen felszerelt gyógyszertári szekrénysorról és berendezésről van szó, amelynek a megóvási munkálatait részenként végezték el. A felújított darabok mellett fiókos szekrény, vitrines órás szekrény és az eredeti íróasztal is ki van állítva. A tárlat kiegészül egykori magyar nyelvi gyógyszerészeti könyvekkel, korabeli gyógyszerész kellékekkel és tárgyakkal. Nagyon tetszik ez a kiállítás, még nem voltam ehhez hasonlón. Ez egy régi gyógyszertárnak a berendezését mutatja Versecről, ahol egyébként jártam, és nekem maga a város is nagyon tetszik, és pontosan el tudom képzelni ezeket a bútorokat ott, hogy nézhettek ki Hajdanán, és hát ami nagyon különleges, hogy fel lettek újítva. A gyógyszertárat 1885-ben nyitotta meg Strach István, magyar gyógyszerész, majd 1894-ben eladta. A patikát 1946-ban bezárták. Annak teljes berendezése és felszerelése átkerült a belgrádi egyetem gyógyszerészeti karának raktárába. Innen pedig 2018-ban a karhoz tartozó gyógyszerészet történeti múzeumba. A szakemberek elmondták, hogy a megrongálódott bútorok restaurálása közel 5 hónapig tartott. Osnovni zadatak je bio da vratimo prvo u konstruktivno dobro stanje, pošto je tokom ovih godina ona preživjela razne selidbe, nestručno rukovanje i bilo je neophodno da prvo rešimo taj deo, da se stolarski učvrsti kako bi mogli da
ovaj, recimo, gornji deo spustimo na onu donju. Ukupna visina je 3 metra i 30 cm. A kiállítást november 30-áig lehet megtekinteni. Az említett időszak alatt gyógyszertári bemutatókat is tartanak a Collegium Hungaricumban. 9 éves szalakútát azonosítottak a Bükkben. Szitta Tamás, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület bükki helyi csoportjának elnöke gyűrűzte meg fiókaként, 9 év után pedig szintén neki sikerült találkoznia vele. Magyarországon a legidősebb gyűrűs szalakúta csak nem 11 éves. Ezeknél a madaraknál ez a kor szinte matuzsáleminek számít. A hét hátralévő részében erősebb széllökésekre és kisebb esőzésekre számíthatunk, de számottevő csapadék nem valószínű, tájékoztat a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Hétvégén hűvösebb napok elé nézünk. Szombaton a legalacsonyabb hőmérséklet 10, a legmagasabb pedig 20 fok környékén várható. Vasárnap a nappali hőmérséklet 10 és 18 fok között alakul, a jövő hét közepétől fokozatos lehűlés kezdődik. A moholi Szőke Adrián góllal debütált az U21-es magyar labdarúgó válogatottban. Korábban még sohasem lépett pályára magyar színekben, eddig a szerb U18-as együttesben szerepelt válogatott szinten. Szőke az északírek ellen játszott mérkőzés 37. percében szerzett góljával vezetéshez juttatta a magyarokat. A válogatott a 78. percig élvezhette előnyét, amikor is az északírek egyenlítettek. A meccs 1-1-es eredménnyel zárul. Az Európa-bajnoki selejtező sorozat B csoportjában tegnap Szerbia 3-2-re nyert Belgrádban Luxemburg ellen, míg Portugália 6-0-ra verte Litvániát. A Szerbia-Luxemburg meccsen a szerb csapatból Alekszandar Mitrovic az első félidőben duplázott, és bár Luxemburgnak sikerült szépítenie, a második félidőben Radonjić is betalált, végül 3-2-re nyert a szerb válogatott. A portugál együttes igencsak magabiztos volt a csoport utolsó helyezettjével szemben, Litvániának esélyesen volt. A meccsen Cristiano Ronaldo mesterhármast szerzett. A csoportot Ukrajna vezeti 19 ponttal, a második Portugália 14-jel, még a harmadik a szerb csapat 13 ponttal. Roger Federer két szetben 6-4-6-3-ra verte Novák Djokovicot a Londonban zajló teniszvilágbajnokság csoportkörének harmadik fordulójában. Így ő lesz ott Dominic Thiem mellett a négy között. És eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer röviden. Megtartották a Magyar Állandó Értekezlet plenáris ülését Budapesten. Új stadionnal gazdagodott Budapest és Magyarország. A migránsok újbóli megjelenése miatt ülésezett a magyar-kanizsai válságstáb. A napok óta tartó szél megrongálta a délbánáti Nagy Károly falva katolikus templomának a tornyát. Köszönjük figyelmüket, további friss hírek és információk a pannonrtv.com-on, ahol riportjainkat is visszanézhetik. Holnap a Pannon Presszóban a Zentai Sportnapról is szó lesz. A Szabadkai Magyar Rádióban vallási műsorokkal várják a hallgatókat. Itt a televízióban most következik a Közügyek és a Kalamár is. 7:30-tól Pannon Gazda. A 20 órai híradót követően az Asszony sorsok és nőszerepek az irodalomban című magyar ismeretterjesztő film második epizódját láthatják. Maradjanak tovább. Köszönöm, hogy